Mit akar? Üldozás, jó ember, között hozzá egyáltalán! Szállj ki, szedj velem, jó ember, a pofádra! Sziasztok! A mai videónkban szeretnénk nektek egy aktuális témáról beszélni, mégpedig a bunkó autósokról. Mert ezekkel találkozhatunk nap mint nap a közúton. Nem elég, hogy szabályt sértenek, hanem még fogják és kakaskodnak az úton, mert nekik van mindig igazuk. És a mai videónkban szeretnék rólunk beszélni és bemutatni, hogy milyen esetek szoktak lenni. Sziasztok autókedvelők! Legyetek figyelmesek az úton, és tartsatok be minden szabályt! Van, aki büntetőfékezik, vagy leáll verekedni. Mi nem menjünk bele ezekbe a provokációkba, hanem mindig hideg fejjel oldjuk meg ezt a problémát. Legyünk okosabbak, mint ők. Különböző esetek fordulnak elő az utakon. Ugye mindenki siet valahova, ebben a rohanó világban, nem ér rá, nem akar kiengedni minket, vagy épp mi szabálysértést követünk el, hogy nem adjuk meg az elsőbséget. Bármilyen apróság előfordulhat, lehet, hogy nem a legjobb napunk van éppen, és idegesek vagyunk, vagy ugyanúgy a másik gépkocsiban, aki vezeti, ugyanígy van vele ezzel a nappal. Ezért előfordulnak olyan esetek, mikor konfliktus merül fel az utakon. Mondjuk büntetőfékeznek, vagy valami durvább. Sose akarjunk konfliktusba lépni, emiatt. Azért, mert ennek semmi értelme, emberek vagyunk, úgyhogy nem kell rögtön felkapni a vizet és konfliktust csinálni bármilyen dologból, ami az úton történik. Különféle emberek vannak, ahogy nők, úgy fiatal srácok, úgy idősebbek, úgyhogy mindenki másképp vezet, más a stílusa, vagy épp más problémái vannak, ami épp gondolkodik útközben. Ezért, ha konfliktus van, akkor mindenféleképp legelőször próbáljuk meg a helyzetet vázolni, hogy ez mennyire komoly, vagy épp az illető mennyire reagálta túl ezt az esetet. Hogyha rögtön úgy áll neki, hogy veri az autónkat, vagy bármit rongálna, akkor természetesen mi sem hagyhassuk azt, hogy csak ülünk a kocsiba és megvárjuk, míg szétveri, vagy éppen kirángat minket és minket fog szétverni. Mindenféleképp nekünk is lépnünk kell. Magunkat kell megvédeni, és a családtagjainkat, akik épp velünk utaznak az autóban. Ha egy ilyen szituáció fordulna elő veletek az utakon, akkor mindenféleképp hallgassátok ki a másik félt, hogy mit szeretne nektek mondani, ha egyáltalán szeretne mondani valamit, és odajön hozzátok. Ha lássátok, hogy ebben a szituációban ő nem hajlandó veletek beszélni, vagy nem akar épp mondani semmit, hanem csak ki akar titeket rángatni a kocsiból, és aztán jó pofán vágni, akkor a legokosabb megoldás az lesz, hogy ugye miután már leengedtük az ablakot, hogy beszélgessünk vele, vagy épp meghallgassuk, és lássuk, hogy az illető az nagyon agresszív, és verekedni szeretne, vagy épp megverni minket, ne szálljunk ki a kocsiból semmiféle kép, azért, mert ennek nagyon rossz vége is lehet. Véleményem szerint a könnygáz használata lesz a legokosabb megoldás a végső esetben. Na akkor induljunk el, és nézzük meg, hogy mit is... Bazd meg, mit csinál? Itt van egy élő példa, nézd meg. Nem elég, hogy leparkol index nélkül, még úgy eliben vág, hogy aztán ez hihetetlen. Azt hittem, hogy leviszi az autónak az oldalát. Ekkora egy nem normális. Mit csinálsz te? Hát minek nem figyelsz jobban? Na kíváncsi vagyok, mit akar? Mit dugálsz, jó ember? Mi van? Index használni mi van? Bazd meg, nem lehet? Te jó ember, mi között hozzá egy ember? Hallod? Jó ember. Lefúgat, ember! Jó ember, szállj ki, szedj velem, jó ember, a pofádra! Hogy láthassátok, ez a legeffektívebb megoldás. Fú, nem gondoltam, hogy ennyire agresszív, nem is akartam használni a könyvet. Gondoltam, csak valamit akar mondani, de hát láttátok egyedül, hogy mennyire be volt indulva. Mondjuk igazából az lett volna a leghelyesebb megoldás, ha utána még kiszállok, és aztán oldalra vezetem valahova, nehogy elüssön itt valami kocsi véletlenül, de így is jó. Beedült az árakba, aztán most megnyugszik legalább. Fogja tudni, hogy nem kell ez a konfliktus senkinek. Ezért sose viselkedjetek így az úton, ahogy láthassátok, ez az agresszivitás sehova se vezet, semmi jóra nem vezet. Inkább, hogyha valami probléma is van, akkor inkább szóval próbáljuk megbeszélni, mert láthassátok, ez is mihez vezetett, ott ül most, és mi van? Ne ugrálj, ülj le magadnak, jó? Ülj le a seggedre, bazd meg! Hát ezért mondtam, hogy nem kell itt ugrálni nekem, kakaskodni. Most törölheted még a szemed egy ideig,
mert biztos, hogy könnyezni fog. Lássátok, ez megérte? Hogyha normálisan időt van, mondtam, hogy mi a problémája, aztán szerintem ez egy perc alatt annyi lett volna ennek a beszélgetésnek. Nem kellett volna ezt a konfliktust itt szítani. Fiúk, lányok, hogyha az illető sokkal derékebb, vagy talán egy zsíros kenyér, akkor ne a fizikai ellenállást használjuk, egyből a könnygázt. Na most faszolod, bár ne faszolod te! Egy parasz. Máma, olyan nehéz napom volt, megtámadott egy zsíros kenyér. Ne csinálj! Komolyan. És? Hát jó, hogy használtam a könnygázt. Ma engem is megtámadott egy bunkó. Ne mondd. Komolyan. Ugyanez. Könnygáz, persze akart egy kicsit boxolni, de nem hagytam neki esélyt. Lefújtam, aztán ki is dőlt az árakba. Na, ügyes vagy. Ennyi. Hát ez a legokosabb megoldás. Sose álljatok lebunyózni, semmi értelme egyáltalán. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Legyetek okosabbak. És pozitívak. Rakjatok lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kommentbe. Írjátok meg, hogy volt-e ilyen tapasztalatotok.